Önök szerint melyik lehet az a könyv, amely az 1900-as évek Magyarországán minden paphoz, jegyzőhöz és tanítóhoz ingyenesen kötelező olvasmányként eljutott? Annyit segítünk, hogy nem Károli Gáspár fordította, hiszen ez eredetileg is magyar nyelven íródott. Méghozzá milyen gyönyörű nyelvezettel. Úgy van, ez Hermann Otto a Madarak hasznáról és káráról című könyve, melynek keletkezés története akár példabeszéd is lehetne abban a bizonyos másik, latinról fordított könyvben. Írj inkább a tyúkokról! Az 1891-es ornitológiai kongresszus megszervezését a magyar tudósokra bízták. Hermann Otto volt patronusának, Csernel Istvánnak a fia, akkoriban a nagy tudós segédje volt, és még tehetségesebb ornitológusnak bizonyult, mint az édesapja. Olyannyira, hogy biztatta, hogy írjon könyvet a madarakról. Még pénzt is szerzett hozzá Darányi Ignác földművelésügyi miniszter segítségével. A könyv kuriózumként aratta le a babérokat. Hiába hálálkodott neki azonban a szerző, Hermann szívében nem volt őszinte az elismerés. Úgy érezte, ezt neki kellett volna megírni. Szokott felindultságával elindult Darányihoz, hogy közölje a szándékát, miszerint ő is írna egy könyvet a madarakról. A minisztert, aki még az ifjabb Csernel könyvét sem látta megtérülni, elfogta az indulat. Az is ott van, azt sem olvassa senki. Írj el inkább a tyúkokról. Éppen erről van szó, mert ebben benne lesz, hogy milyen hasznot hoznak és milyen kárt csinálnak a madarak, hangzott a válasz. El is kezdte az írást olyan szép nyelvezeten, hogy az olvasása gyönyörűséget szerezzen mindenkinek. Olyan magyar népi nyelven fűszerezve, melyhez a szavakat hosszú-hosszú éveken át gyűjtögette a naplójában. Darányi végül jobb belátásra tért, és nem csak a kiadást támogatta, de azt is, hogy a papok, jegyzők, tanítók ingyen megkapják Hermann Otto művét a madarak káráról és hasznáról.